A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Visszamegyünk az időben, méghozzá 4 évtizedet, hiszen 1984-ben egy fantasztikus történet végén magyar kupa győztes lett az akkor MB2-es siófoki bányász, aminek az az érdekessége egyéb iránt, hogy természetesen itt van a vendégem, az alapcsapat egyik tagja, a válogatott videótomból válogatott Tiber László, bajnoki ezüstérmes, és nem sorolom azt a meg annyi fantasztikus pályafutást, azokat az eredményeket, amit elértetek. Viszont akkor már a Siófok színeiben játszottál, és most volt egy ünnepség, és ezt hadd mutassam meg, hiszen ez a 40 esztendős kupagyőzelem emlékére a Siófok csapata. És mielőtt beszélgetnénk, Laci, azért essen szó, hiszen itt összesen 4 videótonos volt, a mester Szőke Miklós, aki sajnos már nem lehet köztünk, akivel ugye 1976-ban bajnokságot nyertünk, a videótoni ifjúsági csapata. Én is ott voltam abban a csapatban. És két olyan játékostársam, egykori játékostársam, Bretner Csaba és Olajos Sanyi, akik szintén komoly szerepet játszottak abban, hogy a Siófok ebben a menetelésben megszerezhette a magyar kupát. Örülök, hogy itt vagy velünk. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos pillanat volt. Kezdjük talán azzal, hogy 1982-ben igazoltál Siófokra. Miért? Mindenkinek jó estét kívánok, én is nagy tisztelettel köszöntöm a fehérvári televízió nézőit. Kérdésedre válaszolva, 1982-ben 33 éves voltam már, és annak a nagy generációnak, videótonos generációnak az utolsó tagja voltam, akik elérték a bajnoki ezüstérmet 1976-ban, illetve már alakulóban volt az UEFA kupás menetelésen résztvevő játékosokból álló csapat. Ha még nem is voltak meghatározó játékosok, de kezdtek beépülni a csapatba, gondolok itt az 56-os születésű játékosokra, Vég Tibi, Mayer, Csongrádi, Szabó Józsi, akik aztán később ugye meghatározó játékosai lettek a videótonnak. Visszatérve a kérdésre, a nagy játékosok az én korosztályomból már vagy abba hagyták, vagy máshol játszottak, és 82 őszén a bajnokság kezdete előtt feltettem egy kérdést az akkori elnökünknek, klubelnöknek, hogy milyen perspektíva, milyen jövőkép áll előttem, miután 33 éves vagyok, és sérülésmentesen jó állapotban voltam. És akkor azt mondta az elnök úr, hogy jövőkép, azt tudja ígérni, hogy ha abba hagyom a futballt, akkor 6-tól 2-ig bemehetek a videótonba dolgozni 5500 forintért. És mondtam, hogy ez nekem ez méltatlan, és felhívtam megboldogult Szőke Mikit, akit ugye korábbról a videótomból ismertem, és megkértem, hogy beszéljen a vezetőkkel, hogy leigazolnának. Nem akartam messze menni, ugye a család Fehérváron élt, a Krisztián ugye 10 éves volt, 12, bocsánat, és a
megboldogult kislányom is élt még, tehát a családot nem akartam mozgatni, ugyanakkor éreztem magamban annyit, hogy még tudnék MB2-es, MB1-es szinten futballozni. Így is történt. Én azt gondolom, hogy remek választás volt. Egy kicsit még menjünk vissza, hiszen abból a legendás csapatból, a 76-osból a Kovács Laci már elment, a Kovács Józsi Újpestre ment, mint tudjuk, aztán Fejes Gabi abba hagyta. Szalmásiék szintén. Igen. Úgyhogy valóban csak az 56-os korosztály maradt meg. Igen. És hát ugye másodosztályú volt a Siófok, és én azt gondolom, hogy egy remek pálya, egy remek stadion, és volt megfelelő jövőkép, hiszen volt egy nagyszerű vezetője a klubnak. Azért róla ne feledkezzünk meg, mielőtt a menetelésről beszélnénk. Így van. Hogyha a Szigeti Jánosra gondolsz, igen, akkor egyezik a véleményünk. Egy csodálatos ember volt. A Dédásznak volt az igazgatója civilben, illetve a Siófoki Bányásznak az elnöke, aki nagyon jó érzékkel átlátta, hogy 30 éven felül is lehet még jó teljesítményt nyújtani adott esetben. Ugye bizonyíték volt erre a Bódi Zoli, előttem egy évvel leigazolt Bódi Zolinak, Virág Ernőnek a leigazolása, velem egy időben a Győrből a Pardavi Karcsinak, Onahouse Tibinek, tehát kiváló volt NB1-es játékosok alkották, igen, a csapat gerincét, illetve a tehetséges fiatal játékosok. 30 körül volt a csapatnak azt mondom, a krémje. Így van, pontosan erről van szó. És ugye előtte egy évvel, mielőtt oda kerültél, még a megyei első osztályból, akkor került fel MB3, MB2, tehát az egy komoly menetelés volt mindenképpen, és elindult a kupasorozat. Az első meccs Szabadegyháza, tehát egy megyei csapat, azt gondolom nem okozhatott nehézséget, mert az a 7-0 önmagáért beszél. Igen. De aztán jött a Honvéd Kis János ese, ugye akkoriban még, ma már kevesen tudják, hogy egy csomó honvéd csapat szerepelt MB3-ban, MB2-ben is, hiszen mi magunk Kossuth Kálfese, én például Szondis is voltam, igen, és az egykori, vagy a jelenlegi akkori MB1-es csapatok ifjéből, tartalékcsapatából töltötték fel ezeket az állományokat, és azért komoly csapatok voltak. És így volt a Kis János, hát az egy szoros meccs volt. Enyhén szólva is igen, kapui székhelyű volt egy Somogy megyei kis falunak, vagy kisvárosnak a csapata. Ha jól emlékszem, a rendes játékidőben 2-2 volt az eredmény, rezgett a léc, és végül a hosszabbításban 4-2-re nyertünk, és így jutottunk tovább. Kvázi ezzel azt szerettem volna mondani, hogy már a második félidőben elbúcsúzhattunk volna a Magyar, igen, kupától. És akkor jött a Vidi. Hadd mondjam el a ti összeállításotokat, mert az tudom, hogy te is tudod, de ez fantasztikus volt. Horváth 2, Bretner, Pardavi, Óhausz, Virág, Szajsz, Bódi, Takács, Szabó, Horváth 1, Tíber. És még IL-vel írták a nevedet. Igen. És a vidiésem, mert azért, ha ezt ne feledjük, hiszen ez már egy kicsit az előjele volt a UEFA menetelős csapatnak, hiszen a Diszpeti védett, Csuhai Diszlászó, Horváth Gabi, Végtibi, a Szíriák Csongrádi Vadász, Májer Szabó, Gyenti, és a Nagy Tibit is becserélték, meg a Horváth Ferikét. Tehát ez egy nagyon jó csapat volt, aztán... Aztán a videótól játékosok meglepetésére a salakpályára vitték a mérkőzést, ami nem nagyon tetszett nekik, nem leértékelve ugye a teljesítményüket, vagy a miénket túlértékelni, de ugye egy NB1-es csapat ritkán játszik bajnoki vagy kupa mérkőzés salakon. Miután nekünk egy füves pályánk volt, és az nem volt olyan állapotban, hogy azon kupamérkőzést lehessen játszani. Ugyanakkor
a szövetség megengedte, hogy Salakon játszunk, és így Salakpályán játszottuk le a mérkőzést, és nem tudom, utána néhány szót váltottunk az elkövetkezendő években a videótól játékosokkal, de egyik volt csapattársam sem mondta azt, hogy lekezeltek volna bennünket, mert azért ismerték az állományt. A volt fehérváriakat, ugye a Brettnert, Csabi Tolajos Sanyit, jó magam, és a kispadon a Szőke Miklóst, és ugye éveken keresztül futballoztak a mi játékosainkkal, volt, akiket említettem korábban, tehát egy nagyszerű mérkőzés, játszottunk rengeteg néző előtt, és 1-0-ra megvertük a Vidit. Hosszabbításban, igen. Tehát ez egy csoda. Annál is inkább, mert a korabeli újságok azt írták, föllapoztam az akkori Sportot, hogy erőléti hiányosságaitok nem voltak abszolút. Márpedig, tehát egy NB2-es csapat hosszabbításban egy akkori, ha még nem is szárnyal, de már közel volt hozzá Vidi, tehát azért már jól szerepelt ez a csapat abban az évben, és mégis sikerült erőlétben is kibírnotok. Igen, mert... ez mennyiben köszönhető Miki bácsinak? Hát a Miki bácsi ugye nem kell külön ecsetelni, hogy ő egy kiváló edző volt, kiváló pedagógus, és tudta nagyon jól, hogy mikor kell adott esetben egy erőléti munkában kedvezményt adni egy 30-on felüli játékosnak, vagy egy fiatal tehetséges futballistának. Ezzel azt akarom mondani, hogy voltak olyan futómennyiségek, olyan futás adagok, amit például nem kellett az összeset megcsinálnunk, mert nem akarta lerombolni azt a kondicionális képességet, ami megvolt, illetve nem akarta, hogy megsérüljön. Igen, mert azért ne feledjük, akkor még volt Cooper teszt, meg 10x400, 10x110x40. Pontosan egy ilyen MLS Kucos István által előírt kötelező edzésprogram, amit a mindenkori edzőknek be kellett iktatni az edzésprogramba, mert járták az ellenőrök a pályát, és kontrollálták, hogy megcsinálják-e az adott klub játékosai. Aztán jött a kezd helyenre, ne vesztegessünk sok szót, mert 2-0 lett ez sima. Igen. És jött igen. A negyeddöntőben a Fradi. Ezt majd meséld el, én elmondom, tehát aki esetleg futballkedvelő, az biztos betéve tudja, hiszen a Fradi, ha nem is szárnyaló Fradi volt, de azért, ha az összeállítást nézzük, azért egy fantasztikus csapat. Zsiborás védett, Szántó, Házi, Ancsika, Ebedli Rubolt csereként, Deák Pogány Takács, Szabadi Kerekes Gyuri Kvaszta, illetve a Répási. Tehát egy nagyon jó Fradi. És hát ez is hosszabbításba torkollott, de egy fantasztikus vége lett a történetnek. Igen, hát itt a videóton elleni további jutással már szereztünk egy egészséges önbizalmat és kellő alázattal és tisztelettel, de egy egészséges önbizalommal vártuk a Fradit, és azt mondtuk, hogy ha egy videótont ki tudtunk ejteni, akkor megpróbáljuk, és miért ne lehetne egy Ferencvárost is. És egyre többen voltak a meccseken. Így van. Hát a nézőknek is megjött az étvágya velünk együtt, és a Siófok vonzás körzetéből, a különböző településekről is százasával, ezeresével jöttek, és gyakorlatilag megtöltötték a stadiont minden mérkőzésen. Ez egy csoda volt, mint ahogy az elődöntő is. Két bányász csapat találkozott, én azt gondolom, hogy ez a harmadik NB1-es csapat, és megint csak egy rendkívül szoros mérkőzés, azért ehhez kellett egy nagyon jó összeállítás, abban az értelemben, hogy mindenki ott volt a helyén, mondom én,
és majd erősítsd meg, ha így gondolod. Egy jó védelem, egy remek kapus, és ráadásul, ahogy a középpálya és a csatársor között is megvolt az összhang, hiszen azért hosszabbításos mérkőzéseket nyerni csak akkor lehet, ha a csapat-csapat, minden csapat részben odafigyelnek a védekezésre és támadásra egyaránt. Pontosan így van, ahogy mondod. Tehát mi azt az egészséges önbizalmat, illetve kohéziót, ami megvolt a csapatnak, a pályán kívül is, azt át tudtuk ültetni abba a 90 percbe, adott esetben a 120 percben is, és nem estünk össze, nem omlottunk össze, hogyha esetlegesen gólt kaptunk, hanem egymást biztatva átsegítettük egymást azokon a periódusokon, ami ahhoz vezetett, hogy gólokat lőjünk, és szállítottuk a jobbnál jobb eredményeket, győzelmeket. És annál is inkább, mert azért a Tatabánya ellen már féltettünk benneteket, mert ugye már mindenki Siófok szurkoló lett itt Fehérváron, mi is ott voltunk természetesen, mert hogy ugye két sztárcsapat Vidi és a Fradi után, hogy hát ha most meg a Tatabánya a két bányász közül győz, de aztán a Szűken is, de ugyanúgy megvolt. És ez még a rendes játékidőben ráadásul. Igen. Egy szép Szabó góllal. Na, aztán jött a mágia. Sóstón 25 ezer néző volt. Azért az nem semmi egyrészt, másrészt pedig az ellenfél a Rába Eto. Az a verebes Józsi bácsival, a mágussal, aki utána, mikor már itt volt edző a Vidinél egy rövid ideig, akkor is említette folyamatosan, hogy ezt ő, kevés dolog van, amit ő nem értett, de ezt nem értette. Annál is inkább, hiszen ha visszaemlékszünk, majd mondjuk az összeállításokat, de a Szentes Lázár már a meccs elején lőtt egy gólt. Így van, 1-0-ra vezetett a Győr, és visszakanyarodnék, amit az előzőekben is mondtam, hogy ez nem vetett vissza bennünket. Tehát egyáltalán nem nyomott bennünket annak a terhe, hogy most vezet egy nagy hírű Győr ellenünk, hanem egymást biztatva, fokozatosan már a második fél időben mi uraltuk a játékot, kiegyenlítettünk, szerintem mezőnyfölényben is voltunk, és a végén sikerült megszereznünk a győzelmet. Itt az összeállításokat hadd mondjam el megint, mert hogy azért visszaköszön a Győrből is, hiszen Kovács Laci, Csonka Judik, Szijjártó Magyar, ugye az egykori nagyszerű balhátvéd, aki a csapatkapitánya is volt, Hanik Szepesi Mile, és a csatársor pedig a legenda csatársor, akik több mint 100 gólt szereztek a bajnok idényben, Szabó Szentes Hajszán. Ti pedig úgy álltatok fel, hogy a Horváth Egy Laci védett, Bretner Olajos, Takács Virág, Szajsz Bódi, Belényesi és Szabó Horváth Tíber, a standard csapat, ha úgy tetszik. Ez egy csoda volt. Igen. És ráadásul itt Fehérváron. Igen, talán szerénytelenség nélkül mondhatom, hogy egy kis közöm van abban, hogy Székesfehérvárra került megrendezésre ez a mérkőzés. Tudtuk, hogy a mi stadionunk befogadó képessége kicsi lesz ahhoz, hogy a győrieket, illetve a Siófok szimpatizánsait megfelelően el tudja helyezni. És szóltam a Szigeti Janiméknak, hogy beszéljetek a Videóton vezetőkkel, és nyilván az MLS-szel, hogy semleges pályán lejátsszuk ezt a mérkőzést, mert azt mindenki tudta, hogy Fehérvárról sokan szurkolnak, majd nekünk, nem a Győrnek. Siófokról 20-25 perc alatt az a 3-4 ezer ember átjön autóval. Igen. Tehát adva volt a hazai pálya lehetősége, és én úgy gondolom, hogy az a 20-hány ezer néző volt? 25. 25 ezer nézőből gondolom 22-23 nekünk szurkolt. Egyértelmű. És
nagyon hálásak is voltunk ezért, mert biztos, hogy a mérkőzésnek egy-egy periódusaiban átsegítettek bennünket. Így van, remekül játszott egyébként, szintén ott voltunk természetesen, remekül játszottatok az egész csapat, és nem játszott rosszul a Győr sem. Megszerezték a vezetést, aztán a második félidő elején jött az egyenlítés, és a végén pedig ugye a 88. percben ennél jobb nincs a világon. Igen, azt szoktuk mondani, hogy akkor kell rúgni a gólt, amikor már nincs lehetősége az ellenfélnek az egyenlítésre. Így is történt, és az a mámor, az az eufória, amiben mi részesedtünk, az gyakorlatilag még élünk, nem felejtjük el. Az egy csoda volt, mint amikor most a televízióban ugye minden földrészről látunk mérkőzéseket, és egy ilyen döntő után berohannak a nézők, levetkőztetik a játékosokat, hát mi is egy gatyába mentünk be az öltözőbe, mert a meszt már leszették rólunk, az alsó gatyát, a sportszára, tehát gyakorlatilag egy máig felejthetetlen és csoda volt. Milyen volt az ünneplés? Érdekes, hogy én akkor már Siófokon üzemeltettem a hamburgeres üzletemet, és én nem utaztam vissza a csapattal Siófokra, mert ott volt az ünneplés, hanem én szerényen, mintha mi sem történt volna, jöttem haza a fehérvári lakásomba. Mert ugye még akkor nem volt vége a bajnokságnak, igen, és volt hátra mérkőzés, és én akkor azt az életet éltem, hogy az első edzésről az utolsó bajnoki mérkőzésig nem iszom, bármekkora siker van, egyetlen kortya alkoholt sem. És akkor ezt én 14 éven keresztül be is tartottam. A szünetekről ne beszéljünk, akkor elengedtük magunkat, de én tudtam, hogy nekem holnap reggel ki kell nyitnom a hamburgeres üzletemet, áruért kell menni, következő nap edzés, és még vannak mérkőzések. Viszont az MB2-ből. Tudom, hogy a szurkolók megrohanták a hamburgerest, mert igen, amíg nyitva voltál éjjel-nappal, akkor ott mindig teltház volt. Igen, jó helyen volt a város központjában, és ugye egy idő után híre ment, hogy én üzemeltetem, meg boldogult édesanyámmal, és gyakorlatilag népszerű bétett ez a sikersorozat is az üzleti életben is. Ugye Szigeti János azt mondta, hogy vállaljuk a kek szereplést mindenképpen, és ott is próbálunk menetelni, hát nem egészen így történt, de azért mondom, ez egy csoda volt. Annál is inkább, mert feljutottatok az NB1-be. Ez már egy másik történet nyilván, de azt hiszem, hogy egy ilyen kupagyőzelem azért az hatalmas megerősítést jelentett a csapatnak. Abszolút, és ez a lendület kitartott bennünket, és ugyanúgy nem tett jól a kottá, hanem kitűztük azt a célt, hogy a következő évben, amennyiben van lehetőségünk, akkor szeretnénk az NB1-be feljutni, és ehhez megvoltak az anyagi és a tárgyi feltételek, a játékos állományról nem beszélve, és egy-két kisebb módosítással, igazolással gyakorlatilag úgy vágtunk neki a következő NB2-es szezonnak, hogy nem titkoltan NB1-es csapat szeretnék lenni. Mint ahogy így is történt. Az utolsó forduló előtt már biztossá vált, hogy a volán mögött másodikként feljutunk, és értelemszerűen teltházas mérkőzéssel játszottunk egy közönségszórakoztató 3-3-as mérkőzést, és utána volt egy hatalmas ünnepség a Balatonparton. No, de milyen volt ez az ünnepség? Még egyszer megmutatom időközben, hiszen most jöttetek össze, azt hiszem, hogy ez egy csoda. Hát a csodán kívül számomra, ha szabad erről beszélni,
mindenképpen érzelem dús volt, mert részben a négy elhunyt játékostársunkon kívül mindenki ott volt az összejövetelen, hogy csak egy példát mondjak, a Szabó Józsika 1400 kilométert utazott, mert Ausztriában dolgozik, hogy éjfélkor indult el, hogy egy-két óra alvás után ott lehessen az első összejövetelen, és éjfélkor már ment is vissza Ausztriában. Tehát itt is megmutatkozik az az összetartó kohéziós erő, ami jellemzett bennünket. De visszatérve, nekem azért volt ez fontos, mert ugyan a Krisztián 11-12 évesen szinte mindenre emlékezett, de a kisebbik fiam, a Szabolcs, csak az archív felvételekből, az elbeszélésekből ismerte ezt a menetelést, és most testközelből ismerhette meg azokat a játékokat. Néhányukat ismerte már, de a csapat zömével még nem találkozott. Tehát egy ilyen csodálatos kerekéforduló keretében ott tudott lenni mindkét gyerekem a párjukkal, és nem beszélve arról, hogy én is közel a 75-höz ott lehettem, és átélhettem újra. Ugye kivetítőn ment a mérkőzés, és gyakorlatilag nosztalgiáztunk, és ugyanúgy, mint 40 évvel ezelőtt, bementünk a Balatonba egy két-két és fél órás hajóútra, ugyanúgy a kapitányt félreállítottuk a Bódi Zolival, és mi vezettük a hajót néhány száz méteren keresztül, tehát megadtuk a módját, és úgy gondolom, hogy méltó megemlékezés volt ez ennek a 40 évnek. Lacikám, még egyszer gratulálok mindenkinek, aki köztünk van, és ott fent is nyilván, amikor majd figyelnek benneteket, hiszen oda is szól a taps, mert ez a taps örök. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél, azt hiszem, hogy ez egy csoda volt, és nagyon jó visszaemlékezni rá, hiszen ez egy fontos pillanat volt a pályafutásodban is, és mindannyiatok pályafutásában. Köszönöm, hogy megemlékeztetek róla, és köszönöm, hogy itt lehettem a csapatunk nevében. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, 40 esztendeje nyert a Siófok MB2-es csapatként Magyar Népköztársasági Kupát. 1984-et írtunk, ahol is a döntőben a győri Etót, a Rába Etót győzték le. Vendégem pedig a csapat osztopos tagja Tíber László volt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a következő beszélgetésen is. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.